Én boldog új évet szeretnék kívánni magam és a testületem nevébe, és sikeres 2014-et ezzel a szép naptárral. Nagyon szépen köszönöm. Sárospatak önkormányzati képviselője személyesen adta át a város 2014 évi fali naptárát a körzetében élő Déri Zoltánnak. Az idős úr azt mondta, örül, hogy idén is elkészült a kalendárium. Nagyon örülök, hogy most képviselő úr elhozta személyesen a naptárt, ugyanis hát évek óta ez már hagyomány Sárospatakon, aminek nagyon örültünk, nagyon szép képek vannak benne, valóban megörökíti Sárospataknak a különböző épületeit, tájait, stb. És miután eddig nem kaptunk, egy kicsit aggódtam, hogy valahogy kimaradtunk, de most igazán örülök és megtiszteltetés, hogy képviselő úr személyesen hozta el számunkra a naptárt. Sárospatakon már 5 éves hagyomány, hogy az önkormányzat évelején egy naptárral ajándékozza meg a város valamennyi családját. Ez a hagyomány most folytatódik, hiszen egy pályázati lehetőséget kihasználva készült el a 2014-es kalendárium. A város vezetői felmérés alapján döntenek arról, hogy mi kerüljön a naptár oldalaira. Az elmúlt évben szintén pályázati támogatás segítségével készült el az a fali naptár, amely a sárospatakiak által beküldött recepteket tartalmazta, szép színes fotókkal illusztrálva, s mely nagy sikert aratott. Idén azokat az önkormányzat intézmények vagy vállalkozások által végzett fejlesztéseket foglalja össze, amelyek 2010-től valósultak meg a városban. Sajnos a 12 oldal az kevésnek bizonyult. A sajnos azt természetesen egy olyan értelemben mondom, hogy annyi fejlődés, fejlesztés történt a városban, hogy ebben a naptárban nagyon nehezen fért bele. És a naptár készítőjének ötlete alapján minden egyes most megújult épület vagy fejlesztés mellé oda tettük azokat a régi képeket, hogy mindenki láthassa, hogy hogyan nézett ki régen az adott épület, és hogyan néz ki újra. Kérem a sárospataki lakosokat, hogy fogadják szeretettel és használják egészséggel. A naptár utolsó oldala a hagyományok szerint azokat az információkat, közérdekű telefonszámokat tartalmazza, melyeket a sárospatakiak használnak. A kalendárium még ezen a héten eljut minden családhoz postai úton, vagy az önkormányzati képviselők által. A fali naptárból 5000 példány készült, de amellett, hogy a sárospatakiak megkapják, felmerült az igény arra, hogy meg lehessen vásárolni, ezért az önkormányzat utángyártatja és a Turinform irodában értékesíti majd.